Diagnosztikai labor a Pécsi klinikán ezen a korábbi felvételen. Az ilyen vizsgálatokra, tesztekre érkezhet megbízás attól a cégtől, amely mostantól kiemelt partnerként kezeli a Pécsi Egyetem klinikai központját, jelentették be a napokban. Mindenféle olyan információt, amit a cég, mondjuk új klinikai vizsgálatok, nemhogy indulása, de esetleg már tervezése fázisában megszerez, azt az egyetem felé továbbítja, és így az egyetem sokkal hamarabb fel tud készülni ezen vizsgálatok fogadására, például fel tudja mérni, hogy van-e olyan megfelelő beteganyag azon vizsgálat lefolytatására, amit lehet, hogy még majd csak 2 év múlva fog elindulni, de már most egy komoly szakmai csapat tervez. Ezek az orvostudomány minden területét érinthetik, amiknek helyszíne lehet Pécs. A legnagyobb számú vizsgálatok ma talán az onkológia területén indulnak, ezen kívül ugye az immunológia, ami egy kitüntetett terület, de most ugye az immunmechanizmusok pedig a legkülönbözőbb betegségekben, a legkülönbözőbb belgyógyászati, bőrgyógyászati, reumatológiai és folytathatnám betegségekben nagyon fontos szerepet játszanak, magyarán ez egy nagyon széles betegcsoport, és emellett talán még a kardiovaszkuláris terület az, amit feltétlenül ki kell emelni. A molekuláris biológia, biokémia, genetika rengeteget fejlődött az utóbbi években, mondja a professzor. Így olyan új diagnosztikai módszerek születnek folyamatosan, amik jobb megismerésében segítheti a szakembereket a céggel kötött megállapodás, illetve a kiemelt partneri viszony. Olyan biomarkereink vannak, amikről mondjuk 10-20 évvel ezelőtt nem is álmodtunk, és ezek ma már a diagnosztika részei tudnak lenni sokszor rutinszerűen, és bizony, hát ugye például ezen vizsgálatokban is, ahol esetleg azt gondoljuk, hogy csak új diagnosztikus és terápiás eljárások kerülnek vizsgálatra, ez mondjuk így igaz, de amit ugye pluszban még tud hozni, hogy akár mondjuk egy új terápiás eljárás, legyen az a gyógyszer vagy nem gyógyszeres terápiás eljárás kutatása során is, például olyan új biomarkerekkel ismerkedhetünk meg, amelyeket mi még itt Magyarországon nem mondom, hogy nem ismerünk, de nem tudunk rutinszerűen hozzáférni. A megállapodásban résztvevő cég gyógyszergyárak, diagnosztikai berendezéseket gyártó társaságok megbízásából keres klinikai tesztelésre alkalmas helyszíneket, amiért pénzt kap az érintett helyszín. Így került be Pécs is, illetve emelték most az európai 19 vizsgáló helyszín közül a kiemelt kategóriába az egyetem klinikai központját.